Rádió Gaga Podcast. Hang és videó egyben. Vagyunk olyan szerencsések most már egy pandémia után jóval messzebbre, hogy egyre több offline eseményről, fesztiválról beszélhetünk, és ennek égisze alatt, vagy ennek keretében Sepsiszentgyörgyre vonatkozóan egy nagyon izgalmas kezdeményezés, egy tricikli fesztivál került idén nyáron szóba. Duka Boróka, illetve Duka Linda van itt velem a stúdióban, nem testvérek, az egyiknek a nevét Magyarkával, a másiknak a nevét pedig C betűvel írják. Ez fontos letisztázni így a beszélgetés legelején. Sziasztok! 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 Köszöntünk minden hallgatót! Mindketten effektív szervezőként vagytok jelen ebben a pillanatban a stúdióban. Egy nagyon izgalmas kezdeményezésről van szó. Nem tudom, hogy kitől kérdezzem meg az első találkozásra vonatkozó kérdést, mert ugye ez egy szerencsés eset. Ha jól tudom, egy már meglévő fesztiválhoz csatlakoztatok. Így van. Hát ez úgy kezdődött, hogy a fiatal, vagyis frissen diplomázott bölcsészként hazajöttem Szentgyörgyre, és megálmodtam, hogy szeretnék valami irodalmi, kerékpáros eseményt szervezni, és ahogy ezt így megálmodtam, el is felejtettem picit. Aztán rá egy fél évre, vagy lehet, hogy még annyi idő sem telt el, találkoztam a Szegedi Tricikli Fesztivállal, mert hogy egy helyi ismerősünk készítette a dizájnt az ottani fesztiválnak, és úgy jutott el hozzám ez az információ, hogy létezik már egy ilyen kezdeményezés. És akkor gondoltam, hogy nem leszek rossz arc, és nem lopom el az ötletet, vagy nem fogok ez ilyet fejség, csinálni. Ez jó fejség, ez nagyon jó. És fölkerestem őket, és nagyon nyitottak voltak, nagyon kedvesek voltak. Aztán picit azt is így elfelejtettük, és két hónap múlva jelentkeztek, hogy hát ők úgy gondolták, hogy tartsuk meg a hármas jelzőt nemzetközileg is, és fölkértek egy magyar kanizsai csapatot, és akkor így három helyszínen lesz nemzetközi szinten a Tricikli Fesztivál, először Szegeden, most hétvégén, a következő hétvégén Magyar Kanizsán, aztán július 9-én nálunk. Igen, tehát ha jól értem, akkor ez a fesztivál tulajdonképpen azt is jelenti a három különböző helyszín kapcsán, hogy három különböző időpont tevődik fel. Ez Sepsiszentgyörgy esetében, ahogy mondta, július 9-e, ugye, ha jól számolom, az a hétvége lesz. Hogyan szerveződött tovább a csapat itt a Sepsiszentgyörgyi Fesztivál rész kapcsán akkor ezek szerint? Hát az őszinte leszek, én nem hallottam eleinte a Tricikli Fesztiválról, legalábbis Szegeden semmiképpen, és akkor egy délután Boróka rám írt, hogy van egy ötlete, van egy koncepciója, és hogy szeretné, hogyha én is részt vennék, és hogy segítenék a szervezésben, és eleinte mondtam, hogy jaj, persze, nagyon jól hangzik, és akkor berakott igazából egy beszélgetésben, amit ugye mindig meetingen, ugye online tartjuk ezeket a meetingeket, és akkor eleinte én csak így füleltem, hogy pontosan miről szól ez a fesztivál, mert eleinte nehezen tevődik össze, igazából két valamilyen szinten eltérő dologról van szó, hiszen a kerékpározást az irodalommal próbáljuk összekapcsolni, és akkor ott a szegedieket hallottam először, hogy nekik tavaly hogyan nézett ki a fesztivál, és iszonyatosan vagány szerintem az egész koncepciója. És a programok is nagyon vagányak, ugyanis a mozgást összekötik valamilyen szinten az irodalommal, és igazából több emberhez eljut ezáltal a fesztivál, és akkor így mondtam Borokának, hogy én nagyon szívesen segítek bármiben, bármilyen területen, és akkor így pár hónap a lezajlás után már teljes mértékben minden szinten próbáltam segíteni Borokának, és akkor így ketten próbáljuk a nagyobb részét összehozni. Ez tehát első körben akkor egy ilyen kétfős szervezés? Nagyon röviden ezt így elmondhatjuk, vagy azért még valakik vannak rajtatok kívül? Hát ez így egy nagyon izgalmas kérdés, mert hogy vannak emberek, akik segítenek, de azért a javarészét a munkának mi ketten csináljuk. A helyszínen fog besegíteni a Vocal Cycle műhely, a kerékpárokat biztosítanak, illetve helyszínen szervizelnek, hogyha szükség van rá. Konkrétan majd, ha eljut a történet oda, hogy július 9-én mindannyian biciklire pattanhatunk, meg elmehetünk irodalmi helyszínekre, akkor ez pontosan mit jelent? Milyen programokra számíthatunk? Hát igazából mi meg szerettük volna tartani a hármas számot, és igazából három helyszínen lesz az egész fesztivál megrendezve. Nem egyszerre fognak futni ezek a rendezvények, hanem a helyszínek között biciklikkel fogunk majd közlekedni. Az első helyszínnél majd változás fog történni, úgyhogy majd a pontos helyszínt azt majd Facebookon és Instagramon mindenképpen fogjuk közölni, illetve hamarosan fizikai formában plakátokkal fogjuk közölni az eseménynek a részleteit. De egyébként úgy terveztük,
hogy egy gyermekprogrammal indítjuk a délelőttet, gyermekfoglalkozás, interaktív foglalkozás kicsiktől megkezdve nagyobbak számára, illetve szeretnénk mindenképpen mesés foglalkozásokkal is segíteni, hogy a gyerekek jobban közeledjenek majd az irodalom felé. Ez pedig természetesen majd úgy szeretnénk, hogy egy brunch keretén belül, tehát mindenképpen lesznek majd innivalók, limonádék, smoothiek a kisebbek számára, a felnőtteknek természetesen majd pedig alkoholos italokat is fogunk készíteni, koktélokat, fröccsöket, ki amit szeretne majd. És akkor, ha jól értem, innen majd közösen átteker a fesztivál résztvevő csapata a második helyszínre, ezt tudjuk már, Boróka, pontosan, hogy melyik? Igen, ez az Árkosi Szentkereszti kastélynál lesz, ahol két beszélgetésre kerül majd sor, illetve utána egy zenés felolvasásra, ami szintén interaktív lesz. Ez azt jelenti, hogy hoznak a szerzők is kedvenc verseket, szövegrészleteket, illetve a résztvevők is felolvashatják a kedvenc szövegeiket, verseiket. Az első beszélgetés az Selyem Zsuzsával fog beszélgetni Serestély Zalán. Zsuzsának a két kötetéről lesz javarészt szó. Az első kötete a Moszkvában esik, ami 2016-ban jelent meg a Jelenkor kiadónál, illetve a második az az első világvége, amit együtt töltöttünk, és az 2020-ban jelent meg szintén a Jelenkornál. És hát arról fognak beszélgetni, vagy arról fogunk velük beszélgetni, hogy hogyan tudunk közeledni a non-humánokhoz, az állatokhoz, a növényekhez úgy, hogy ne legyünk közben lekezelőek, vagy ne legyünk a centrumok, és más a szélére ne kerüljön ki ennek a társadalomnak, vagy társaságnak. És a második beszélgetés az a szintén 2020-ban megjelent Címtelen Föld című antológia a szerzőivel lesz, Horváth Benji moderel, és a vendégek lesznek Fischer Boti, Lengorsi, Serestély Zalán és Székely Őrs. Nagyon fontos kérdésem van, ha valaki például mondjuk az első helyszínre nem jut el, vagy éppen nem fér bele a programba, körülbelül hány óra körül csatlakozhat majd az Árkosi kastélynál a csapathoz? Ezt így lehet-e tudni? Igen, tehát, hogy alapból mi a jegyeket úgy terveztük meg, hogy három különböző jeggyel készülünk, tehát aki például csak az első programon szeretne részt venni, és a másodikon nem tud, nem probléma, mert a jegyeket úgy raktuk össze, de egyébként nagyjából úgy fognak kinézni, hogy a délelőtti program miután lezárul, olyan 2-3 fele fogunk eljutni nagyjából az Árkosi kastélyhoz. Ezt úgy is lehet, hogy ők csatlakozik az első helyszínnél és velünk együtt elteker, de szerintem azzal sem lesz semmi probléma, hogyha valaki utólag csatlakozik és egyedül eljön. Már megtudtuk, hogy mi lesz délelőtt, már megtudtuk, hogy milyen jó kis irodalmi beszélgetések lesznek olyan kora délután, de van még egy programpont, az esti órákra mit tartogatok, Boróka? Az esti órákra egy kis koncerttel készültünk. A Quab nevű zenekar fog fellépni a Szimplában, ahová szintén úgy tervezzük, hogy együtt jutunk el az Árkosi kastélytól, együtt tekerünk el a Szimplába, és erre a koncertre majd mindenkinek szabad belépése van, aki az első, illetve a második helyszínre jegyet váltott. Vagy, hogyha van olyan lehetőség is, hogy mindkét helyszínre jegyet vált, és akkor a harmadikra is bejöhet bárki, aki jeggyel rendelkezik. Hiszem, hogy ismétlés a tudás anyja, úgyhogy ugye az is szóba került már, hogy az első helyszín változóban van, még nincsen letisztázva. Gyanítom, hogy akár a jegyek kapcsán, akár a helyszín kapcsán vannak olyan felületek, ahol érdemben utána nézhetnek a hallgatóink, hogyha felkeltettük a kíváncsiságukat, hol lehet rátok és hogyan lehet rátok keresni. Van a Tricikli Fesztivál, ami a Facebook csoport, vagy Facebook eseményünk, itt a Szeged és a Kanizsaiaknak is fent van tüntetve a programjaik, de hogy ugye a Szent György is megtalálható, illetve van egy Instagram oldalunk, a Tricikli Fesztivál szintén, ott minden infót folyamatosan közlünk, illetve létrehoztunk egy eseményt is, ami Tricikli Fesztivál Sepsi Szent György néven fut. Itt csak a mi programjaink, a mi információnkat közöljük, hogy legyen tiszta, hogy aki csak a mi eseményünket szeretné követni, és nem szeretné esetleg a Szegedit vagy a Kanizsait követni. Az nagyon fontos kérdés, ugye az is elhangzott, már ismételjünk újra a beszélgetésünk elején, hogy a munka, a szervezés oroszlán részét ti ketten viszitek, meg hogy én gyanítom és remélem, jól sejtem, hogy akkor emögött van egy kis irodalmi és egyáltalán bringázós szenvedély is. Személyre szabottan nektek hogy alakult ki ez a kettő szeretete így közösen, Boróka első körben? Hát mindketten bölcsészkaron végeztünk Kolozsváron, csoportársak voltunk az egyetemen,
és nekem a bringázás az onnan jön, hogy igazából amikor hazakerültem, akkor része lettem egy társaságnak, aki nagyon sokat kerékpározik, és azt éreztem, hogy hasonló dolgokat tapasztalok kerékpározás közben, mint irodalommal foglalkozás közben. De jó, ez mit jelent pontosan? Mert hogy így kivesz a valóságodból, és valahogy közel visz egy olyan térségbe, amit lehet, hogy eddig nem úgy szemléltél, mint ahogy azt bringán vagy irodalom közben, irodalom olvasás közben szemléled. Jó, ez nagyon izgalmas, látod. Ilyen párhuzam nekem soha nem jutott volna eszembe, de nagyon izgalmas. Linda, nálad ez hogy van? Na, én a másik felét képviselem, ugyanis én például nem bringázom, nagyon keveset bringázom, viszont meggyőzött Boróka. Az az igazság, meggyőzött. Iszonyatosan jó érzés bringázni. Egy nagyon-nagyon jó érzés, mikor csapatban bringázik az ember, nem csak egyedül vagy egy-két emberrel, hanem amikor 10-20 összegyűlünk, és akkor végigvonulunk, az valami fantasztikus érzés. Úgyhogy rájöttem, hogy ez a fesztivál tényleg nem csak azoknak fog szólni, akik folyamatosan bringáznak és a szenvedélyük, hanem olyanoknak is, mint akár én, aki nagyon ritkán fog és ül fel bringára, úgyhogy egy hatalmas élmény. Na kérem szépen, ez az igazi PR szöveg. Nagyon szépen köszönöm így a végére, illetve nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy itt voltatok, sok sikert a szervezéshez, és akkor tekerjünk majd közösen július 9-én. Sziasztok! Sziasztok! Rádió Gaga Podcast.